Peter Paul, Soltonyi Gábor, David Paul, Megyeri János. Roddy McDowell, Tarján Péter. Az iker bajjal jár. Elkésett. Igen, tudom, bocsánat, munkát kerestem. Minden esetre Bob vagyok, a sofőrje. Megengedi, hogy hozzam? A Los Angeles-i nemzetközi repülőtérre. Igen, uram. Seggfej. További magyar hangok. Tóth Roland, Makai Andrea, Rosta Sándor, Mózer Károly. Magyar szöveg Faludi Katalin. Hangmérnök Hídvégi Csaba. Vágó Szabó Péter István. Rendezőasszisztens Szász Andrea. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező Ullmann Gábor. Producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette. Kerülje ki őket! Nem tehetem. Ez az ön temetése. Metróvonalépítés. Ékszercenter.
Nem. 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 Igen. Nem, túl kicsik. Jó estét kívánok! Egy betörést szeretnék bejelenteni. 119-es. Bejelentés a Pesúranó macska fedő nevű betörőről az Ékszer Centerből. Itt a 119-es. Megyünk! Rendőrség, kinyitni! Gyerünk, gyerünk, nyissa már ki! Honnan tudja, hogy tényleg rendőrök? Ha nem azok lennénk, akkor maga már halott lenne! Gyerünk! Gyerünk már, igyekezzen! Nyissa már! Mi lett már? Hányadikon van a Gyémánt Társaság irodája? Hányadik? 11. Mi történt? Kirabolták. Nem is hallottam a riasztót. Menjünk a lépcsőn. Én nem futok senki után magas talpú cipőben, itt maradok. Hé, bepisilt. A tetőre. Megállni! Dave! Peter! Dave, mit csinálsz te itt? Hogy én mit csinálok itt? Te mit csinálsz itt? Én kérdeztem előbb. Egy besurranó tolvajt üldözök, és te? Semmit. Ne. Na és, hogy vagy, Dave? Börtönben kellene lenned. Kiengedtek jó maga viseletért? Hát képzeld el, most visszamész. Dave, nem érted? Tudod, én... Beugrottál! Meg foglak ölni. Dave, nem lövöd le a testvéredet. Te megőrültél! Igazad van, megőrültem! Lelőttem az ikertestvéremet! Lehet, hogy börtönbe kerülök, és képzeld csak el, nem érdekel!
Mert akkor legalább elválnak útjaink! Elfogyott a töltényed. Látom, ma rossz napod van. Szia, tesó! Ez itt a vallomás, a részletes leírása. Írja alá az alján, nem gépelek többet. Jól van. Jó, Charlie, mondtam, hogy egy óra múlva találkozunk. Igen. Egy pillanat, figyeljenek. Figyelj, most mennem kell. Szia. Ez meg mi? Ajándék. Nyisd ki. Tudod, hallottuk, hogy valami besurranó macskát üldözöl. Vicces, nagyon vicces. Tartsd meg inkább, te elbörsz. Más cicához úgy se jutsz az életben. Itt senkinek nincs semmi dolga. Nem mondod el, mi történt valójában? Itt van a jelentés. Két méteres szőke kínai férfi? Ugyan. Sötét volt, nem láttam jól. Miért nem vagy őszinte? Átvernéd a társadat? Danitra, el akarta... Mi a fenét bámulsz? Semmit. Na tűnj el innen! Miért nem mész haza te is? Nincs rá szükség. Dehogy nincs. Menj, menj! Ereszd ki a gőzt. Menj, emelges súlyokat és kapsz érvet. Na és te? Találkozom valakivel. Kivel? Hát, meg lehet, hogy semmi között hozzá. Danitra! Egy pasassal, akit még a kábszer osztálynál kaptam el. Pár éve tiszta, építkezésen dolgozik. Azt mondta, tud valamit valamiről. Biztos semmi az egész. Nyugodj meg, menj, pihenj, nem lesz semmi baj. De ha bármi gyanús, akármi, azonnal hív fel. Igen, anya. Komolyan. Tudom, és nagyon aranyos vagy, amikor komoly vagy. Mit csinálsz vele? Tessék. Nekem nehogy bal szerencsét, leléptem. Puszi. Használd az almot.
Hogy haladok, edző? Öröm téged edzeni. Nekem meg öröm, ha edzel. Mi történt a karoddal? Meglőtt a tesóm. Miért csinálta? Nem tudom. Talán mert enyém a bicikli, övé a pisztoly. Mi? Hosszú történet. Mikor ismerhetem meg ezt a rejtélyes testvért? Érdekelne. Á, nem tetszene neked. Nagyon sovány, löttyett a karja és pipacára lába. Vankó nélkül alig tud járni. Peter, mondd azt néha igazat is. Csak ha nagyon muszáj. Ezt nézd meg. Megfogok egy darab szenet, és... Tadám! Hú! Ez valódi? Ajánlom, mert megküzdöttem érte. Ezzel nézd meg. Ó, Peter, ez fantasztikus! Látod, milyen tiszta? Igen. Színtelen, majdnem átlátszó. Jó minőségű gyémánt. Gyönyörű. Mit csinálsz? Hoppá, elejtettem. Peter! Semmi baj, semmi baj. Megkeresem. Oké, Charlie, essünk túl rajta. Hosszú estém volt, és rohadtul fáj a lábam. Szóval mit akarsz mondani? Ó, oh, Charlie, azt hittem, leálltál a szerrel. Igyekezzetek! Tegyük! Három fel! Jó! Ez az! Jó! Óvatosan! Igen! Jó, jó! Jó lesz! Körülnézek hátul is! Jó, rendben, menj! Itt mi újság? Semmi! Minden rendben? Gyere, segíts kinyitni a táskámat! Igen, megyek! Segíts már! Jól van, jól van. A biztonsági őr talált rájuk reggel 6:30 körül. Danitrát egyszer fejbe lőtték hátulról, közelről. Körülbelül 15-20 gram heroin találtak a retiküljében. Tiszta volt. Igen, tudom. De akkor is el kell rendelnem a nyomozást. A túladagolt építőmunkás volt a Kent építővállalatnál. A neve Charles Vasquez. Ismerted? Hívta Danit, hogy találkozzanak. Miért? Ha tudnám miért, még ma is élne. Szemét megölte a kicsikémet. Elkapom a tettest. Elkapom. Az a legfontosabb, hogy a golyó azonnal a ballisztikára kerüljön. És szeretnék egy másolatot a vérmintáról. Ki tudja, hát ha a csaj is drogozott. Úgy látom, feltörték a biztonsági rendszert, Alice. Nos, mit gondolsz, ki lehetett? Biztosan Donald. Igen. Biztosan Donald. Aki biztonságban ül a börtönben és súlyokat emelget,
És kibeszéli a biztonsági rendszeremet minden fegyenctársának, akivel együtt zuhanyozik. Bevihetünk hozzá valakit. Ahhoz már egy kicsit késő, nem gondolod? Alice? Mivel te vagy a biztonsági főnök, sajnos téged terhel a felelősség. Bob! Tito, te vagy az új biztonsági főnök. Jeremy, ma Mr. Kent-tel ebédelek. Reméljük, nincs több olyan idegbeteg alkalmazottja, mint Mr. Vasquez, aki kényszeresen hívogatja a rendőrséget. Tito, tudom, hogy nem kell megmondanom, hogy mit csinálj, de megmondom. Nyomozd le a mi kis betolakodónkat. És szerezd vissza azt a kurva kártyát. Rendőrség, tessék. Jó estét. Bejelentenék egy betörést. Cím? Kalifornia jégszerpiac. Kalifornia jégszerpiac. Így van. És az ön neve, uram? Ó, és megtenné, hogy azt a kedves Jade nyomozót küldi? Ki beszél? Köszönöm. Ki maga? Uram, ha... Megtanítalak lőni. Nem én voltam! Jogodban áll hallgatni! Sőt, az a helyzet, hogy ragaszkodom hozzá! Ugyan, öcsi, ez nem vicces. Innen nézve nagyon is az. David, már bocsánatot kértem. Jól van, várj csak, gyere ide. Oké. Mennyit akarsz? Megvesztegetsz? Természetesen. Felejtsd el, segdugasz. Benned van az összes rossz gén, nem bennem. 20 év múlva találkozunk. David! Ajánlom, hogy kiengedj, különben esküszöm, még elkaplak. Te kapsz el engem? Nézd körül itt. Látod ezt a sok embert? Nem igazán szeretnek engem. Tudod miért? Mert mindegyiket én hoztam be ide. Ahó, figyelem, emberek! Ez itt a testvérem! Nyírjuk ki! Igen! David! Igen! Jade nyomozó. Jade nyomozó. Igen? Mi ez? Charles Vasquez pénzügyi háttere. Kösz. Ahhoz képest, hogy építőmunkás, szép summát keres, úgy néz ki, benne van valami simliben. Kösz, Sinclair. Nincs mit. Vennél pár cserkésütit a fiamtól? Jade, a főnök hivat. Egy pillanat. Nincs pillanat, most. Bocs. Jade nyomozó, ez is Stephen Tarlow a kerületi ügyészségről, és régen ügynök az FBI-tól. Üdv! Nagyon örvendek. Elnézést kérek a hangom miatt, egész reggel seggfejekkel üvöltöztem. De mielőtt belekezdenénk, szeretném elmondani, hogy sajnálom, ami a társával történt. Az egész kapitányság együtt gyászol a családjával. De Jade nyomozó, ön bántalmazta egy tisztársát, és Elbers hadnagy kórházba került maga miatt. Van valami mondani valója? A hullaházban lenne a helye. Pontosan tudja, hogy nem sokáig tűröm el ezt a viselkedést.
Maga Józsa Lucsé csak tanulja meg fékezni az indulatait. Nem akarok több ilyen esetről hallani magával kapcsolatban. Megértette, amit mondtam? Igen, uram. Főnök, megengedi? Jól van. Tudtam, hogy nem lesz könnyű dolga, úgyhogy itt akartam lenni, amikor bemutatják az új társát. Mit keres ez itt? Ő az új társa. Na ne! Na de? A gyanúsított ügyvédje meggyőzte a kerületi ügyészséget, hogy egy szövetségi bűnügy bizonyítékainak birtokába juthat. Na ne! Na de? A gyanúsított felmentés nyer a betörések vádja alól, amennyiben bizonyítékot szolgáltat egy pénzmosási ügy gyanúsítottjai ellen. Na ne! Na de? Ön lesz a kísérője, és ön szedi össze a bizonyítékokat. Megvagy! Na várjunk csak, nem hiszem el, hogy bevették ezt a marhaságot. Nem látják, hogy hazudik? Bármit megtesz, csak le csukják. Tiltakozom, bíró úr. Nagyon jól ismerem. Nem lehet bízni benne, meg fog szökni. Ezért küldjük magukkal régen ügynököt. Már várom, hogy együtt dolgozzunk, Dave. Felejtsék el, keressenek mást, én ezt nem csinálom. Jade, ez nem választható feladat. De miért én? Igen, miért ő? Higgy el. Nem magára gondoltam, először az első jelöltem kórházban van. Nagyon sajnálom, de én nem vállalom. Nyomozó, elfelejtette? Maga nekem dolgozik. Most már nem. Kilépek. Látják? Megmondtam, hogy gyáva. Csak utánad, társam! Örvendek, Peter vagyok. Ó, én meg Whitney. Whitney, mint Whitney Houston. Igen. Na hát, még ilyet. Pisilnem kell. Whitney, menj vele. Ugyan, csak vécére megyek. Whitney, menj vele. Nem zavar, ha én is. Bocs, Whitney, de társaságban nem megy. Gyerünk, nyomás! Ó, úgy kellett húgyoznom, mint egy versenylónak. És mondd, Whitney, honnan való vagy? Eredetileg Philadelphiából. Connecticutba költöztünk, amikor apám nyugdíjba ment. Tényleg? Mesélj valamit a családodról! Hát, anyám részéről angol vagyok. Apám részéről ír. Tehát voltaképpen... angol ír vagyok. Hová igyekszel? Csak terepszemlét tartok. Ingoványos a talaj. Még elsüllyedsz. Na, mász vissza. Aztán van Trisha, ő a legkisebb hugom, idén érettségizett. Aztán van a nővérem, Irene. Hát, ő aztán elképesztően jól teniszezik. Meg nem mondanád, hogy az egyik lába rövidebb. Francba. Különleges teniszcipője van, aminek a bal talpa 2 centivel vastagabb. Vagy a jobb talpa? Készen vagy? Akárhogy rázod, egyre megy pár csepp, mindig a gatyába megy.
és ki ez a pénzmosó? A neve Philip Chamberlain. Gyémánt cége van, ahová a testvéred véletlenül betört. Véletlenül? Igen, véletlenül. Szerintünk Chamberlain arra használja a gyémánt céget, hogy drogpénzt csempészen ki az országból. Miért nem fogjuk el csak úgy? Az nem olyan egyszerű. Ismert közéleti személyiség, jó politikai összekötetésekkel, egy gyermekkórház fő támogatója. Még a testvéred úgy nem döntött, hogy segít, nem sok bizonyítékunk volt. Ugyan, polgári kötelességem volt. Jól van, George Washington, hol a bizonyíték? Nyugalom, tesó, majd idejében, de előbb be kell ugranunk hozzám, hogy átöltözzek. Börtönszagom van. Inkább szokj hozzá. Hát ti nagyon hasonlítotok. Kussolj, Whitney! Hello, lányok! Ő itt az öcsém. Ő meg a húgom. Hú, te itt laksz! Csak a bikini szezonban. Kifizetődő a bűnözés. Állj át a sötét oldalra, Luke! Hogy olyan sötét legyek, mint te? Na, nézzük. Kimenős a szoba, lány? Hm? Felháborító. Ez a váza muzeális darab volt. Én csak tudom, egy múzeumból loptam. Hát bármit is vittél el ezektől, vissza akarják kapni. Mindez pár koszos kis gyémán miatt hihetetlen. Az, beavatnál végre, mi folyik itt? A helyiséget átvizsgáltam. Kösz, Whitney, biztonságérzetet ad, hogy itt vagy. Szóval, akartok enni? Adjak mondjuk egy kávét, meg fánkot? Öltözz át. Hiha! Több gép van itt, mint egy edzőteremben. Neked adjam? Már nem használom őket. Túl sok munka van vele. Most ezt használom. Nézd meg! Passzív izomstimulációnak hívják. A gép elektromos impulzust küld az izomszövetnek, és feltétlen reflexet vált ki. Au! Ez fájt! Magas volt az áramerősség. Mindig megtalálja a módját, hogy ne dolgozzon. Ez választ el minket, embereket, tőletek, állatoktól. Menjünk. Még kell a cipőm? Whitney, hozd a cipőjét. Én választom ki. Whitney, hozd a cipőjét. De ő nem ért hozzá. Barna, olasz, makkos, papucs cipő. Rendben. Beszélni akarsz inkább, vagy elvérezni? Tedd, amit mond. Kiszámíthatatlan a szteroidok miatt. Látod, mondtam. Nem szedek szteroidokat és semmi mást! Ilyen kemény vagy. Halljuk végre! Mondtam, halljuk át! Hé, Dave, hagyd, hogy a gép dolgozzon helyetted. Kiküldött. Tito! Tito? Ismersz Tito nevűt? Nem tudom a másik nevét! Hol találom meg Titót? A promenád tető lakosztályában. Ah!
Nem ajánlom, hogy hazudj, mert visszajövök még. Na és Whitney? Mi van vele? Báj! Agyonlapít a gyorsulás! Hát a lopott kocsival nem hallották volna meg, hogy jövünk! Mi van ebben? Traktor, motor vagy mi? Miért nem az én kocsimmal jöttünk? Mert valószínűleg loptad. Nem loptam. Nehéz munkával keresett lopott pénzből vettem. Hiába ültél ennyit, semmit nem tanultál. É, azt megtudtam, hol vannak a gyémántok, nem? Dave, túlmentél rajta. Megfognád a kormányt? Hé, ez meg mi? Csak maradj itt. Nem már, azt hittem társak vagyunk. Tisztázzuk a dolgot. Te nem vagy a társam. Jó napot, Mrs. Larson. Jó napot. Jó napot. A tetőteret. A tetőtér zárva van. Menjen le és kérje meg az őrt, hogy hívja a bérlőt. Ha bejelentette magát, az őr kinyitja a tetőteret egy kulccsal. Köszönöm. Elloptad a kormányomat? Tessék, visszakapod. Haragszol. Hogy szerezted meg a kulcsot? Az őrtől. Az őr a földszintről. Hagyd neki egy százast és rázd le. Kop-kop! Kezeket fel! Hozd a kocsit!
Szívesen. Elmenekülnek a gyanúsítottak. Hozd a pénzt! Király! Vigyél fel a fejjel, majd jönnek más rossz fiúk. Pofa be, ez a te hibád. Miért az én hibám? Mert ha nem viszed el a kormányt, nem menekülnek el. Hé, jó reggelt! Ha nem ütöm le a pasast a kormánnyal, már a szellemrendőrségnél vagy. Igen, de ott se lettem volna, ha te nem lopod el a gyémántokat. Életemben semmit nem loptam volna, ha te nem vagy olyan fenejú gyerek. Mi a fenéről beszélsz? Ó, David megírta a leckét, és beágyazott, és nem aranyos ez a David? Te, Peter, miért nem tudsz olyan lenni, mint David? David, 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 David! Rólad beszélek az évszázad cserkészéről! Szóval miattam lettél bűnöző? Ez az egyik elméletem. A másik, hogy a szoptatás miatt. Figyelj, ezt nézd meg! Kis emlék Tito lakásáról. Mi az? Egy robbanó fej. Építőmunkások használják ezt a fajtát. Építőmunkások. Igen, vagy bűnöző elemek, akik nagyot akarnak robbantani. Önmagában ártalmatlan. Jól van, öregem, játszunk még egy kis elektrosokkosdit. Tudod... Magamon mindig féltem kipróbálni, de kíváncsi vagyok, képes-e megnövelni az izmokat a farkadon. A francba. Még él. Hívjuk a rendőrséget. Nem hívsz ki senkit. Elmondod nekem, hogy mit akarnak ezek az emberek, és ne adovágj többet a gyémántokról. Dave, esküszöm neked, csak azt vittem el. Nézd, végig igazad volt. Csak kitaláltam azt a bizonyítékot, hogy ne csukjanak le. Te nagyon jó zsaru vagy. Te meg nagyon jó hazudozó. Megmondod az igazat, vagy segbe rúglak? Azt mondta, te rúg segbe engem? Bocs, az nem fog menni. Bocs, kis tesó, figyelmeztettelek. Ha!
vagy! Porcelánból. Nem vagy éhes? Éhen halok. Menjünk, együnk valamit. Te nem szoktál nyelni? Na és mi lett a kitűnő tanulóval? Miért hagytad abba? Dolgoznom kellett. Apa nem tudott, te sitten voltál. Mindegy, úgysem emlékezett volna rád. Hogy is hívták a betegségét? Oldtimer? Alzheimer. Igen, tényleg. Olyan lett, mint Ronald Reagan, tudod? Mindent elfelejtett. Aztán egy napon elfelejtett felébredni. Azt mondtad, hogy éhes vagy. Nem eszem ilyen gagyi kaját. Tele van rákkeltő anyaggal. Azt mellé kellett volna kérned. Gyere! Menjünk innen és keressünk valami ehetőt. Bár még nem ettem meg. Még nem fejeztem be! Gyere már végre! Utálom ezt. Mi a bajod? Olyan, mint az óvodában. Utáltam egyformában járni. Ez nem egyforma. A tiéd szürke és hajszálcsíkos. Ó, nagy különbség. Ha elmegyünk felőle, meghemperekedsz a sárban. Maradj csöndben. Jól nézel ki. Nem igaz. Olyan vagyok, mint te. Uraim, erre tessék. Tessék, válasszanak. Köszönöm. Vedd fel az étlapot. Franciául van, nem vagyok oda ezért. Vedd fel az étlapot. Nézz át a termen. Látod a szürke öltönyöst? Ő az emberünk. Chamberlain. Honnan tudtad, hogy itt lesz? Onnan, hogy mindig itt teszik. Azt hitted, úgy török fel széfeket, hogy nem ismerem a tulajt. És kivel van? Attól tartok, kettős látásom van. Oké, feladom. Melyikük óhajt először rendelni? A rohadék. Most mit csináljunk? Először is. Nem esünk pánikba. Másodszor, az emberei legyenek állandó készenlétben. Los Angeles-től Johannesburg 31 órás repülőútra van 4 órás várakozással Genfben. Ez számunkra azt jelenti, hogy Mr. Rose Hill-t még 8 óráig nem nyilvánítják hivatalosan eltűntnek, mikor a gépe nélküle száll le Dél-Afrikában. Na most... Mivel szinte kizárható az esélye, hogy lezuhanjon a gépe, 8 óránk maradt, hogy visszaszerezzük a kártyát és véghez vigyük a tervet. Ám bár, ha a 7. óra végén még mindig nincs meg a kártya, maga és az emberei anélkül folytatják. Úgy túl veszélyes. Az élet veszélyes, Mr. Kent! Meg lehet, hogy az utcán sétál ma délután, és hirtelen eltalálja ütni egy autó.
Nem tetszik ez nekem. És Stuartnak sem fog tetszeni. Mr. Kent, sok-sok évet és sok dollárt szenteltem ennek a vállalkozásnak a megtervezésére, és nem hagyom, hogy bárki vagy bármi megakadályozza. Tehát javaslom, hogy beszélje Mr. Stuart-tal, mielőtt én teszem meg. Tragikus dolog lenne, ha mindkettejüket ugyanaz az autó ütné el. Köszönöm. Szóval már tudjuk, Tito honnan szerzi a robbanó fejeket, de nem kéne követnünk Chamberlaint? Nem. Megmondanád miért? Egy Vasquez nevű építőmunkás el akart mondani valamit a társamnak, de megölték őket. Vasquez Kentnek dolgozott. Tehát Kentnek köze volt hozzá? A kaki lefelé gurul. Lássuk, merre gurul legközelebb. Jó napot kívánok, Mr. Kent! Elnézést, uram, de zárt körű klub. Rendőrség. Elnézést, bementem már oda? Köszönöm. Nagy baj van. A rohadék! Ismered? Igen, rászavaztam. Kongresszusi képviselőjelölt, Leonard Stuart. Ó, ezek szerint a genyó pártra szavaztál. Igen, a politikusok kedvesek. Mindenkinek kéne egy otthonra. A képviselő úrnak forr az agya. Igen. Tegyünk a tűzre. Hé! Hey! Mi történt? Engedjenek ki! Nyugi, képviselő úr, még megmaradt a bőre. Ki az? Mit akar? Figyelmeztetem, képviselő úr! Tudom, hogy csara van, ezért megfizet! Elmebeteg, engedjen ki! Mindent tudunk magáról! Kentről és Chamberlainről! Há, fogalmam sincs, miről beszél! Nincs! Jobb, ha hozzászokik a meleghez, képviselő úr! Mert a pokol tüze égeti el! Ennyi elég volt? Nem igazán. Segítség! 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 Na és ez elég lesz? Nem igazán. Melyik Stuart képviselő úr kocsia? Állítólag bomba van benne. Egy BMW, a rendszáma 2SAM564. Elnézést, merre mentem? Köszönöm. Thank you.
Na most elég. Na végre. Nem tudom, kik ezek, de nem is érdekel. Megmondtam, hogy kiszállok. Egy pillanat, Leonard. Tido, ki vagy rúgva? Bocsáss meg, Leonard, hogy mondtad? Mondom, kiszállok. Visszakérem a pénzemet, és ki akarok szállni. Nyugodj meg, Leonard. Nem, ne nyugtatgass itt engem. Megkértél, hogy szerezzem meg Kentnek azt a rohadt szerződést, és én megszereztem neki a szerződést. És most kérem a pénzem, és kiszállok. Rendben, Leonard, rendben. Megkapod, amit kérsz. Majd érted megyünk. Nincs rosszabb, mint egy tisztességtelen politikus. Bob, hozd el a képviselő urat. Alig vártad, hogy visszavedd ezt az ócska pulóvert, mi? Eltaláltad. Mondjak valamit? Kezdem élvezni a rendőrösdit. Nem, komolyan, azt hiszem, el tudnám képzelni mellékállásként. Szórakoztató. Nagyjából mennyit kerestek ezzel? A kezdő fizetés úgy 23 000 dollár. Hetente? Évente. És lelőhetnek ennyi pénzért? Pontosan. És mennyit keres egy agysebész? Vagy egy nőgyógyász, az nem is rossz meló, nem igaz? Elmerülnék a munkában. Ez az a pasas. Ő volt az. Ő mondta, hogy bomba van a kocsijában. Azt mondta, bomba van benne. Ezért hívtam ki a tűzszerészeket. Jól van, fiam. Mi folyik itt? Ő volt az. Van belőle még egy ugyanilyen. Parancsolj, Peter. Köszönöm. Szívesen. Hogy elszökött? Mire visszaértem, már eltűnt. És maga hol volt, mi alatt mindez történt? Én addig... Az egyik gyanúsítottat őrizte. Akinek átvágták a torkát? Szép munka. Régen, ügynök. Elveszem magától az ügyet. Igen, számítottam rá. Adjanak ki körözést Peter Jade ellen. Eleve ostobaság volt ez az ötlet. Na, ne mondja. Nagyon sajnálom, Dave. Ne izgulj, Whitney, majd lesznek más rossz fiúk. Gyere, hazaviszlek. Jade nyomozó, itt a jelentés, amit kértél. Igazad volt. Chamberlain nagy összegekkel támogatta Stuart kampányát. De hogy jön képbe a Kent építővállalat? Jó kérdés. Kösz, Sinclair, majd meghálálom. Akkor nem veszel süteményt? Hát persze. Van mentolos is? Persze, hogy van. A rohadék lenyúlta a tárcámat! Jade nyomozó. David Jade. Az egyik elítélthez jöttem. Köszönöm az együttműködést. Hey,
kislány! Mit a kislány! Hello, fiú! Jól vagyok, Peter. Örülök, hogy látlak. Mi az? Ennyire hiányzik a börtön? Dehogy. Csak tiszteletemet teszem a mesternél. A maga nincs, még autórádiókat lopnék. Mindent magától tanultam. Kivéve a rizsázást. Pedig annak Peter nagy mestere vagy. Szóval mi van? Szerezted? Találtam. Meg tudja mondani, mi ez? Egy belépő kártya. Belépő a Heimler páncélterembe. Egy gyönyörű, hatalmas széfbe. Csak három ilyen maradt fenn. Egy a washingtoni francia konzulátuson, egy a néhai iráni saklán. Az utolsó pedig itt a napos Kaliforniában, a tőzsdén. A nemzetközi gyémánt tőzsdén. Igen. Ez a kis kártya bármikor hozzásegíthet. Kb. 5 milliárd dollárhoz gyémántban. Milliárd? 1000 millió? Nyugi. Ne izgulj fel. Abból semmi jó nem sül ki. Miért nem? Gondolj csak bele. A gyémánt a nemzetközi valuta. Szóval ott a tőzsdén van minden. Japánok, indiaiak, dél-afrikaiak. 35 tag a világ minden tájáról. Mindnek van egy ilyen kártyája. Képzeld el, hogy egyszer csak valami kigyúrt seggfej véletlenül talál egy ilyen kártyát. Mi akadályozza meg abban, hogy csak úgy besétáljon és kirámolja? Egy másik szív. A legjobb tanítványom voltál. Igen. A Heimler biztonságban csücsül, 5 méter vastag beton és acél mögött. És a mágneses időzár csak napközben nyitható, amikor hemzsegnek ott a fegyveres őrök, hogy távol tartsák a nem kívánatos személyeket. A magunk fajtákat. Na ne! Ha véletlenül bezáródnál oda, egy csapat építőmunkás dolgozhatna, hogy kivágjon onnan. Ennyi erővel betörhetnél Fort Knoxba is. Azt mondta, építő munkás. Szevasz, haver! Köszönöm. Ó, annyira megkönnyítette az életemet. Ha visszaadja a kártyát, megtarthatja a gyémántokat, amiket tőlem lopott el. Én nem az a fickó vagyok. Ez itt nem maga? Ez az ikertestvérem. Ez tetszik. Hányattatások közepette is humoránál van, ez jó. Bob. Gyerekkorom óta mindig pontosan azt kapom, amit akarok. Azt hiszem, így vagy úgy, de a dolgok mindig kedvem szerint alakultak. Éppen ezért nem tudom, hogyan reagálnék, ha csalódnom kellene. Bob!
Vagy magát hagyja el az utolsó lehelettel, vagy engem a türelmem. Vagy mindkettő. Nem tudom, hol van az a kártya? Én nem az a fickó vagyok. Ó, ne. Ez most már kezd unalmas lenni. Hagyja békén. Dobja el. Tartozom egy bocsánat kéréssel. Mondom, dobja el. Nem. Maga dobja el. Öld meg. Megvan. Jó. Elégedett vagyok. Na és a maradék pénz? Nem érdekes. Még lenyomozható. Egyébként sem lesz már rá szükség. Ki akar szállni a pénzmosási ügyből? Megtette a dolgát. Fedezte a betörést a gyémánt tőzsdére? Ó, ki mondta, hogy a testépítők ostobák? Készen állunk. Mr. Kent. Nos, itt van a kártya, és kérem, ne hagyja el. Jeremy. Készítsd elő a repülőt, uraim! Hadd köszönjem meg önöknek, hogy feledhetetlenné tették ezt a napot. Bob! Megyünk kocsikázni egyet. Látom, hogy haragszol. Kérlek, Dave, nem akarok úgy meghalni, hogy haragszol. Akkor miért szöktél meg? Mert üldöztek, nem akartam, hogy bajod essen. Köszönöm, nagyon figyelmes vagy. Jó, lehet, hogy csak meguntam, hogy mindig meg kell menteni téged. Tegye meg, hogy engem lő le előbb, hogy ne kelljen hallgatnom ezt az idiótát. Ez hihetetlen. Kit nevezel idiótának? Téged, seggfej. Ó, igen, nagy a szád. Megmutatom, hogy nem csak dumálok. Imádom a munkámat. Whitney! Dave, jól vagy? Untam a kocsiban várni. Igen, Whitney, jól vagyok. Kösz. Whitney, király vagy, öregem! Kösz, Peter! Hívd az FBI-t! Menjenek a gyémánt tőzsdéhez, de azonnal! Azonnal! Szerencsétlen. Igen. Thank you.
Négy esettség a helyén, az épület hátsó részén. Kettes egység, a tető biztosítva. Egyes egység elől biztosítva. Kizárt, hogy bárki behatoljon. Ez az épület az enyém. Légy szíves, lazíts egy kicsit, jó? Élve akarom megkapni a kitüntetést. Ezt nézd meg! Engedélyezte a közlekedési bizottság elnöke, Leonard Stewart. És Chamberlain megvesztegette. Te jó ég! A Kent vállalat építi a metró belvárosi szakaszát. Majd szólj, hogy sose menjek arra! Dave! A metróvonal pont a gyémánt tőzsde alatt megy el! Itt a média, nyilatkozzunk. Melyik média? A helyi tévé és az újságok. Az országos tévék? Nincsenek. Még várjanak. Hozzon koffeinmentest. Bent vagyunk. Értettem. Itt minden tiszta. Végeztünk, kijövünk! Hé, ott fent hallotok?
Uraim! Köszöntőt mondok! Először is emelem poharamat azokra, akik ma nem lehetnek itt velünk, Bobra és a többiekre, akik végül is le vannak ejtve. A kevesebb több, nem igaz? Másodszor, és legfőképpen pedig, ígyunk a legjobban kitervelt és legsikeresebb rablásra, mely túltesz a James Bond filmeken. Uraim, nagyon köszönöm. Ennye, bennye. Persze, Mr. Kent, elfelejtettem, hogy ön nem iszik. Törölték a járatát. Uraim! Van elég, hogy mindenki megbocsásson mindenkinek. Elég, hogy megbocsássam, hogy megölte a társamat? Felejts el! Magának értékelnie kellene az ajánlatomat. Nézze csak! Csillognak, mintha élnének. Nem csak visszatükrözik a fényt, hanem mintha belőlük áradna. Ragyognak, hatalmas álmok. Nem mondta, hogy a személya elnehezül. Olyan hülye, amilyennek én látszom. Kapd el, Dave! Peter, jól vagy? Nem, nem vagyok jól, meglőttek! Belém lőtt! Hey, Peter! Mi van? Már nem haragszom rád. Dave, üss szét valakit. Thank you.
Peter,